Petőfi Sándor művét, a Helység kalapácsát valószínűleg mindenki ismeri. Ezt a darabot láthattuk Sátoraljóújhelyen a Kazinczy Ferenc Múzeumban a Csavar Színház előadásában. A Csavar Színház több mint 20 éve tevékenykedik, és ezt a művet már a kezdetek óta játsszák. Gál Tamás színművész az előadást a közönséggel való állandó kommunikációjával, interaktív játékmódjával teszi komédiává. Ezt színesítik azok a dallamok, amiket Bodonyi András szerzett. Gál Tamás elmondta, hogy minden előadásnál bízik a közönségben. A színészet az mindenkiben ott van. És ez is nagyon fontos, hogy ebben biztos vagyok, hogy ez a huncutság, ez a játékosság minden emberben ott van, hiszen azért szeretünk színjátszó csoportba járni, minden másik ember azt mondja, hogy én színész szerettem volna lenni, vagy milyen jól mondtam, én is verset, ez nem, ez természetes. Mindannyiunkban ott van az előadó művész, és én erre építek, hogy azok az emberek, akik hallgatnak, őnekik se kell sok. Tehát nem kell, ugye ott csúszik meg sok színész, hogy agyon játsza. Nem bízik a közönség intelligenciában, nem bízik abban, hogy szinte minden második ember közülük színjátszó csoportba járt, vagy lehet, hogy jobb színészek, mint én magam, csak egy másik pályát választott. Tehát ez volt az attitűd. Bár az első előadásoknál nem volt nagy siker a Helység kalapácsa, mostanra talán ez lett a legtöbbször játszott darab a repertoárban. Hogy így tudom játszani a Helység kalapácsát, ahhoz azért kellett legalább 10 előadás. És mindig kérdezik tőlem, hogy nem unom-e már, hogy ezzel. Hát ennek ez a lényege, mint a Comédie dell'arte színészei, hogy minél többet játszottak, annál nagyobb mesterei voltak annak az etüdnek, annak a mozdulatsorból álló jelenetnek. A Helység kalapácsa az mindig egy kicsit más. A környezet, a helyzet, a közönség is alakítja. Rengeteg improvizációs elemmel. De mire erre a szintre jutottam, hogy minden egyes pontján tudom, hogy mit kell csinálnom ahhoz, hogy ne unatkozzanak, főleg a gyerekek, mert én ezt leggyakrabban gyermekeknek és ifjúsági előadásban játszottam. Addig azért nagy út volt. Az is nagy út volt, hogy a gyerekeknél mindig van az interaktivitás, felnőtteknél meg már nincs. A Kazinczy Ferenc Múzeumban az előadás elérte a várthatást, hiszen az eső ellenére is szívesen vettek részt az interaktív részekben a gyerekek és a felnőttek is.